Ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kirengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagyon vannak. A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. 6 óra 31 perc van, már indul is a Millás reggeli. Verkli itt a 90.9 Jazzy Rádion. A egész heti felállás most sem változott, mert hogy Ács Gábor ül velem szemben és a Mihálovic. pulpitusnál és vezérlőződés. Mihálovic adás. András nem emlékszik arra, hogy a hét első felében még nem ez volt a felállás, olyan hosszúnak tűnik Igen. az együttöltött időnk. No, 0 30 20 10 9 0 kérem szépen, hát egyelőre csendes Európa, újra csendes elzúgtak forradalmai, még a megszokott szerelmes futár, löpapa, senki nem írt semmit, úgyhogy lehet elsőzni, nagyon ha még él voltam. az a műfaj. Én is meghökkentően kevés emberrel autót, rán. igen. igen. Mm -hmm. Tehát eddigihez hát, képest is nagyon Úgyhogy lehet itt beszélni egyébként uh, arról, hogy négy napos munkahét hetet bevezessük-e, vagy nevezessük be, de hát bevallom őszintén, hogy már a négy napos munkahét van évek óta Magyarországon. Lehet látni, hogy mindenki eltűnik péntek. Ez azért túlzás. De. Ez azért túlzás, mondjuk úgy, hogy aki teheti, az átcsoportosít, ez még jobban látszik most ebben az évben, ebben a különleges évben, és ez a mai reggel, ez egy, igen, egy jó példája annak, hogy néhányan meghosszabbítják. Ez most nagy vita van egyébként, hogy cégeken belül is, hogy így hallom a beszélgetéseket, meg az egyén szintjén is, úgy pedig ezt a kifejezést, na mindegy, mint, hogy mennyit érdemes megtanulni a, megtartani ebből a távmunka dologból, van, aki menne már vissza szívesen, van, aki örök életében tartaná a home office van olyan cég, aki kötelezően visszaparancsolja az embereket, pont a jövő hétfői napot hallottam egy cégnél, egy oktatási intézménynél hasonló a helyzet, máshol teljesen a dolgozóra bízzák, van, ahol lépcsőbetesen, de kötelező lesz visszatérni. Szóval nagyon-nagyon eltérő módon reagálnak, illetve eltérő megoldást választanak erre a cégek, illetve az emberek érzése is különböző. Úgyhogy nyilván ez is benne van, hogy még kevesebben vannak, akik tudják, akkor ezt jobban kihasználják, mint eddig. De hát vannak. Nagyon sokan, akiknek ez nem is opció, tehát akiknek mindenképpen be kell járniuk, akik nem olyan a munkájuk, hogy ezt megtehetnék, úgyhogy szerintem róluk se feledkezzünk kell. Na, csak ennyit kiegészítésként. Jó, beindult az elsőzés, bravo bea az első. Ennyit tudok mondani, úgyhogy a többiek ne magukat, mert első csak egy lehet. Ja, istenem, ez az elsőzés. Az hány évig igen. volt népszerű? Két-három évig, de igen. akkor mindent eltaláltak? kor nagyon, a... Igen. Igen, 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 igen. Komment szekciókban. Uh -huh. No, hát felelevenítettük akkor ezt a régi hagyományt. Nézzük, mi köthető június 26-ához, mert azon a na, vagy az a nap van ma. Péntek, optimista péntek. János Pál, Ádin, Adony, Dákó, Dókus és Morgána napok vannak. Köszi. De, tényleg van ilyen névnap? természetesen nincsen. A Gede kollégát szoktam megtréfálni, és kíváncsi voltam, hogy... Pedig én meg nem szoktam minden évnapot beolvasni. Téged be lehet-e ugratni? Az a helyet, hogy csak egy ékezettel szórakoztam a az A betű az A, és De az, az valóban működött. Van. Kíváncsi voltam, hogy Igen. mennyire vagy résem. Balázs Igen. már figyel, és egyszer beleszaladt, gondoltam, nálad is megpróbálom. Ezek szerint teljes siker. Igen. Na jó. No kérem, akkor <laughs> mit tehetek? Na, jönnek az üzenetek, gondolom. Lehet, hogy én csinálok rosszul valamit, de nekem a péntek nem tartozik a hétvégéhez. Meló, hegyek, késő délután. Uh -huh. Viktor hallgató, nem vagy egyedül, hát mi hát is persze. Ezt nyomjuk. Csak hogy legyen SMS, az utak Pesten üresek, a vizer meg vad változtatásba kezdem, alig győzött az átfoglalást, remélem az ingyenes, az idő meg borús, írja Peti. A tegnapokhoz képest jóval erősebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről, Pestre, minden szakaszon, 28 perc a menetidő, Zuglóba, Írja, Délkartárs, jó reggelt kívánunk mindenki. Igen. Felébredt, tehát. A vizér nagyon-nagyon durva változtatásokat. De hát erre jelentetve. majd lesz egy önálló rovat. De hát erről el... majd, 9, 9 után beszélünk, igen, de. nekem igen. is fölborította jó néhány tervezett programot, az a brutális törlés széria, vagy törlés hullám, amit tegnap este intézet, és még nem is kaptam értesítést, végig kellett egy egyenként néznem, mert uh, már ismerősök hívogattak, hogy mi van. Hát valószínűleg az van, hogy nagyon nagy vágás van Budapesten is, uh, sok útvonalon, uh, és nem csak uh, ritkítás, hanem ha jól számoltam, 14 magyar útvonal megy a kukába, annyi szűnik meg majd július második felében, úgyhogy erről majd természetesen beszélünk részletesen. 9 után a rovatban a helyén. No nézzük, hogy mi köthető, kérem szépen június 26-áig a Győri csata Napólan ellen vívták, meghökkent. Na, Napólan nem volt itt a Győri csatánál, a hadvezérei uh -huh. vívtak meg a magyar nemesi felkelőkkel. Na hol volt Bécsben? Mert olvasgattam és közel hát volt az ő ő Nem vette ezt komolyan, közel volt, uh -huh. igen, de akkor azon a napon pont hol, azt én nem tudom neked Aha. így fejből megmondani, bár elolvastam mindent is Napóleonról de őnek egész más elképzelései voltak a magyar királysággal egyébként, mert hogy ugye a lengyelekhez hasonlóan mi el voltunk eléggé rendesen nyomva, ugye a lengyeleket a poroszok meg az oroszok darabolták fel, minket meg a Habsburgok, és Napóleon titkon arra számított, hogy majd őt felszabadítóként köszönti a magyar nemzet, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor én a francia császár, és akkor fellázadunk a a Habsburgház ellen, de hát mindig ilyen kritikus pillanatban lásd Mária Terézia idején a nemesi felkelés úgy döntött, hogy hát akkor inkább kiállunk Napóleon ellen. Petőfi ugyan gunyorosan írt a nemesi felkelőkről, hogy mikor emeltek már szobrot a lábnak, amely úgy futott, Győrnél, a Győri csatáról írt egy ilyen verset, de hát igazából nem futottunk el, hanem a franciák azt mondta, idézem, ilyen a francia hadvezérek egyike azt mondta, hogy a magyar nemesek vitézek, de még gyakorlatlanok. Hát ugye technológiai alag el voltunk maradva a francia haderőtől, amely addigra már végigverte néhányszor a egész Európát, tehát akkor a világ egyik meghatározó hadereje volt. A nemesi felkelés, meg hát ugye nem a high-tech hadviselésre volt felkészülve, leakasztotta Rosda Marta kardját, fölült a lovára, és elment a csatában, És két francia rohamot visszavertek egyébként a magyar nemesi felkelők, tehát azért nem szabad őket, vagy nem szabad bedőlni Petőfinek, aki azt mondta, hogy hát ugye nem megfutottak. De az hát azért vicces a Petőfi. Helytáltak a túlerő ellen, maradjunk ennyiben, de nem tudtak ellene mit csinálni, el maradva taktikailag, technikailag minden minden tekintetben a francia haderőhöz képest, úgyhogy nem kell ezen nagyon sokat lamentálni, úgyhogy jó volt ez a így, ahogy volt. Egyébként a franciák még túlerőben is voltak, tehát nem is kevéssel, mert kb. olyan 50 ezeren voltak a magyar osztrák csapatok meg 40 ezeren. Akkor miért kellett nekik rongyolni? Ez volt a, ez volt a fő ja, kérdés. mert hogy Ugye volt ott egy a hadvezér tábornok, aki a, lívet. felderítés fontosságát hangsúlyoznám ebben a aspektusában, mert azt mondta, hogy á, csak 15 ezeren vannak. Uh -huh. e szóval ez Ehelyett a 50 ezeren hiba. voltak. Aha. Például ez volt a fő hiba, igen. Na mindegy, tehát jobbak voltak, többen voltak, nem volt ez olyan nagyon. És ehhez képest még kétszer meg is állították őket a a magyar nemesi felkerül. Ennyit tehát a Győri csatáról, napi csata villám gyorsan és lájtos módon egy kicsit, és akkor nézzük még, mi köthető 26-ához júniusban. Hát 65 éves a BKK felügyelőbizottságának elnöke, Draskovics Tibor, ahogy a sajtó munkások egymás között hívják, a Drazsé. Nem csak ő, nem csak, csak ő, ő. ismer, persze, Igen? persze. Ő ezt tudja, hogy őt? Így. Hogy ne tudná. Elképzeltem, mikor láttam ezt a nevezetes dátumot, illetve születésnapot, ahogy bemegy az FB ülésre, és, azt mondja, és lerakja az asztalra a szabad jegyét, és azt mondja, hogy hát mostantól, uraim, alanyi jogon utazom ingyen, nem tartok Tényleg. igényt. Nem tartok igényt erre a kedvezményre, úgyhogy visszaadnám a bkv és szabad jegyemet. Tényleg, <laughs> Mi van Bokros Lajossal? Ez biztos, hogy ma születésnapja van és 66 éves. Igen, egy napon ülök két ex-pénzügyminiszter. És az az igazság, hogy én tüntettem ellene botormódon. Tényleg? Mikor? Most már látom, hogy az egy jó lépés volt. Amikor a csomag jött? Bizonyám. Amikor a Fú. diák tüntetés volt a Kossuth téren, akkor Aha. már nem voltam felső oktatásban hallgató, de a haverjai mit voltak, és akkor elmentünk akkor tiltakozni a bokros csomag ellen. Akkor még lázadó típus volt-e. Uh -huh. De már elmúlt. Már, De azóta már beláttam, hogy makrogazdasági szempontból tetszik, nem tetszik, szükség volt azokra a lépésekre sajnos. Úgyhogy Elvégezte a és fájt minket. is, igen. Mm. Elvégezte a mor, megtette a kötelességét, és a mor nem mehet, és is, oly igen. sokan, mint a, a magyar ö, szakemberek közül a nemzetközi környezet elismerte azt a csomagot, és azt mondta, hogy még tanította is a, a csomagot Bokros Lajos, hogy hogy kell gatyába rázni egy vergődő gazdaságot, de külföldön Magyarországon hát nem azért volt akkoran nimbusza. Van azért vita arról, hogy, ezt, hogy, hogy is feltétlenül, mondja, a szociálisan elemei... érzékenyebben is meg lehetett volna azt csinálni. Mondani, hogy voltak hát elemei, azért... ami, amit úgy meg lehetett volna úszni, és uh -huh. nem osztott, nem szólt. Tehát ne is emeljük teljes Igen. mértékben Piedestárra. Na, viszont Herman Otto polihisztort mindenképpen piadesztára emelhetjük, 185 éve született ugyanis a jeles természettudós és polihisztor, aztán Chris Isaac 64 éves. Na most mondd meg. Tudod ő ki csoda? Énekelsz? Nem énekelek semmiképpen, mert egy másik énekes, és egy harmadik is. Takás Nikolász is ünnepelő, 34, Arianna Granda pedig 27 éves. Micsoda felhozatal? Mit kell tudni Chris Szájszekről? nem tudod, melyik Az vagy? a, fájdalmas szavú? Az. Az a... Igen. Amire a csajok teljesen elolvadnak, hogy egy férfi ember hogy tud ilyen? Figyelj, most csak a, akkor adja magát, csak a te kedvedért. Ne, 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 veszélyes preced. Te fogsz énekelni? Nem, ja, nem, nem, hittem. nem, 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 És figyelj, ez több okból is. Uh, igen, azt pont, igen, ezzel kezdődik. benne van egy, elképesztő az egyik, a világ, nem a világ, nem magyar. Tehát minden idők egyik legnagyobb magyar slágerére is visszatudunk utalni. A következő dalra meg szerintem jól is szórakozunk rajta, úgyhogy előveszem neked, akkor... Ja, Chris, ne le, a... tudom miért, na, nem akarom de, de, figyelj, de figyelj. Mi sem akarjátok, kedves hallgatók, de, ígyetek mind, nekem. Mindenki akarja rajtad kívül, ne figyelj.